Repülhet végre a Starship? És ha igen, mikor? Valamint kiemelték a Booster 11 maradványait. Ha érdekelnek a részletek, tarts velünk! Ezt az összefoglalót kezdjük azzal a komoly eseménnyel, ami még szeptember 20-án kezdődött. A Booster 12-t átszállították ugyanis a gyártási területről az indítási területre, ugyanis a Flight 4 óta nem láttunk teljes full stack Starshipet. Még ugyanazon a napon a Ship 30 is követte a párját, másnap pedig megtörtént a ráemelés. Így a Flight 5 tesztrepülésre szánt első és második fokozat teljes pompájában várta a jövőt az indítóálláson. Szeptember 23-án részleges tankolási tesztet hajt végre a Flight 5 Starship-el a SpaceX, a Booster 12 és a Ship 30 tartályait nagyjából egyharmadáig töltötték fel, majd ezzel véget ért a részleges tankolási teszt. A Messis területen összesen pár érdekes dolog történt. Egyrészt visszaszállították a Ship 31-et a High Bay szerelőcsarnokba a szeptember 19-i sikeres és rettentően látványos statikus hajtóműteszt után. Még több ilyet kérünk. Október 12-én átszállították a Booster 14 első fokozatot, hogy megkezdjék ezzel is a hajtóműteszteket. Ez lehet az első olyan Super Heavy első fokozat, ami egy Block 2-es shipet, azaz második generációs második fokozatot, a Ship 33-at viheti magával a Flight 7 tesztrepülés során. Ami talán a legérdekesebb téma volt az elmúlt időben, és a legtöbb beszélgetést indította el, az a szeptember 23-án közített fotó, amit Elon Musk tett közzé egy X bejegyzésében. Ezen a júniusi Flight 4 első fokozatának a Booster 11-nek egy maradványát emelik ki, a mexikói öböl mélyéről, kicsit több mint 60 méter mélyről. Sokat spekuláltunk arról, vajon milyen véget ért ez a fokozat, miért nem láthattunk azóta sem felvételeket a landolás után történtekről. Talán felrobbant a B-11 első fokozat landolás után? Az oxigén tartály alsó kupolájának hiánya, tudjátok, amire a belső 13 Raptor hajtómű kerül, nos ez semmiképpen nem jó előjel, annak tekintetében milyen véget ért a booster. De amíg hivatalos állásfoglalást nem kapunk ez ügyben, addig semmi biztosat nem tudunk mondani. Időközben pedig a kiemelt részegységek itt a Messis területen kaptak helyet. Super Heavy, Booster, Flight 7, fogadok, azt se tudod, miről halandzsálok itt. Beszél ez a hülye. Nos, ha így van, mindenképpen nézd meg a Starship röviden, tömören című videónkat, amiben a Starship program alapjaival ismerkedhetsz meg. Megígérem, utána garantáltan többet fogsz érteni a videóinkból. A gyártási területen elég nagy csend honol, pár érdekességről tudunk csak itt is beszámolni. Egyrészt teljesen összeszerelték az első új generációs Block 2 shipet, a Ship 33-at, és már csak kisebb munkák vannak vele hátra. Továbbá feltűnt a második új generációs ship is, a Ship 34, pontosabban annak orrkup része. Az új irodaház nyaktörő sebességgel épül, szinte hétről hétre látható, milyen komoly változáson megy keresztül. Valamint a második emelő elkapókar rendszer elemeit is elkezdték összeszerelni, de erről az indítási területen ejtünk majd bővebben szót. És csak hozzáteszem, hogy a gyártási terület kezdi lassan elnyerni végleges formáját, befejeződnek az építkezések a Star Factory-t és az irodaházat illetően, az egész terület pedig egyre letisztultabb, igazi profi gyárterület feelingje kezd lenni. Emlékezzünk csak, pár éve még teljesen más képet mutatott, mindenhol szállt a por, és senki nem gondolta volna, hogy csupán pár év leforgása alatt ennyit változik majd a Starbase. És akkor lássuk, mi történt az indítási területen. Ahogy korábban már említettük, megérkeztek az új indítóállás első elemei. Ezek alapján egyértelműen látszik, hogy teljesen másképpen fog kinézni a B-jelű indítóállás infrastruktúrája, mint a jelenleg is üzemelő A-jelű indítóállás, valamint a második emelő elkapórendszer elemeivel is megkezdődtek az előkészítő munkálatok, de még jó néhány hét, mire átszállítják őket ide az új toronyhoz. Az A-jelű indítóálláson kiemelték a booster rögzítő elemeit, ami főleg azért meglepő, mert ezt mindig az indítás előtt pár nappal tették csak meg. További jel lehetne, hogy talán még sincs annyira messze a Flight 5, hogy a második tornyot építő óriás daru üzemeltetője néhány napja elkezdte szétszedni a darut úgy, hogy az épülő torony egyéb kiegészítő elemei, mint az emelő elkapókarok, a második fokozat tankolókarja és így tovább még nem igazán kerültek felszerelésre. Ezért ez csak újabb kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogy mikor kerülhet sor a Flight 5-re. A darut ugyanis a közelgő indítás miatt szedhették csak szét, hogy biztonságos távolságra szállítsák a részeit, más magyarázat nem igazán van a döntésre. Szóval akkor hamarosan jöhet a Flight 5, ugye? Ugye?
Nem egészen. A jelenlegi helyzet az, hogy november végén kerülhet csak sor a Flight 5-re. Hogy ez kinek a hibája, az FAA akarékoskodik, vagy a SpaceX hibázott, arról egyrészt mi is készítettünk videót, valamint Varga Eszti űrmérnököt is megkérdeztük erről. A kommentekből kiderült, hogy nagyon sokan meglehetősen érzelmi alapon állnak a kérdéshez. De vajon lehet ezt objektíven megvizsgálni anélkül, hogy ne nagyon legyünk részrehajlóak? Videó linkek a leírásban, továbbá írd meg nekünk kommentben, te mit gondolsz a kialakult helyzetről? Nagyon sokféle információ kering az interneten, és ebből nagyon sokan téves következtetést vonnak le. Következzen egy ebbe a kategóriába eső érdekesség. Ugyanis október 2-án egy kötelező vízi lezárásokról szóló úgynevezett NOTMAR felhívást adtak ki a Flight 5-tel kapcsolatban, ami koordinátákat és, ami még fontosabb, dátumokat is tartalmaz. Eszerint legkorábban október 12-től várhatóak lezárások. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez még nem jelenti az FAA engedély meglétét. Tehát a tesztrepülés dátuma továbbra is kérdéses. Nagyon sok téves X-bejegyzés és videó miatt a NASA Space Flight a napokban írt az FAA-nek, hogy valóban várható-e egy október közepén történő indítás. Erre az FAA válaszban kategorikusan kiemelték, hogy továbbra is tartja magát a korábban tett állítás, miszerint november végénél hamarabb nem jöhet a módosított Flight 5 engedély, mely során szeretnék elkapni az első fokozatot első alkalommal az űrtörténelem során. Az nem is kérdéses, hogy óriási dolog lesz. Hogy jó döntés ezzel megpróbálkozni ilyen korán? Nos, az én véleményemet valószínűleg már ismeritek, én már egy ideje arra szavazok, hogy a Flight 4-et ismételjék meg ugyanazzal a repülési profillal, mivel én még továbbra is túl korainak tartom a Flight 5 során a booster elkapását. De továbbra is úgy tűnik, hogy a SpaceX kitart az eredeti elhatározása mellett, és a Flight 5 során mindenképpen meg akarják próbálni az elkapást. Akárhogyan is lesz, az izgalom garantált. Ha tetszett ez a próba jellegű összefoglaló, semmisítsd meg a lájkot, iratkozz fel a csatornára, legyél csatornatag vagy hívd meg minket egy kávéra a Patreonon, esetleg dobj egy szuperköszit, és talán ami a legfontosabb, mondd el nekünk a véleményed lent kommentben. Ha jó a visszajelzése a formátumnak, körülbelül 2 hét múlva újból jelentkezünk ezzel a rövid verzióval. Addig is a tolóerő legyen veletek. Hajrá Team Space, hajrá Space Junkie. Ha érdekelnek a részletek, legyél csatornatag, vagy hívd meg minket a kávéra egy Patreonon. Ez ilyen.